Önök a Siker című gazdasági magazinunkat látják. Jó estét kívánok! 2,7 milliárd forint értékű fejlesztés, 151 új munkahely. Megnyitotta debreceni mérnöki és szolgáltató központját a Diehl Aviation Hungary Kft. A német tulajdonú cég nyírbátori üzemében repülőgépek kabinelemeit gyártja, a Civisvárosban az ehhez kapcsolódó fejlesztési és adminisztrációs munkákat végzik. A legkorszerűbb technikával felszerelt irodákban dolgoznak a Diehl debreceni munkatársai. A mérnöki és szolgáltató központban jelenleg 60 főt alkalmaznak, de ez a szám 2021-re eléri a 151-et. Ami a Debrecen mellett döntöttünk, abban a város fejlődése mellett jelentős szerepe van a debreceni egyetemnek. Ennek köszönhetően tudunk fiatal, jól képzett, hatékony munkatársakat alkalmazni, mondta a cég üzletágigazgatója. Rainer von Borstel hozzátette, 2011-ben érkeztek Magyarországra, akkor Nyírbátorban nyitották meg gyártóüzemüket, ahol az Airbusok kabinelemeit készítik. Elégedettek a magyar munkavállalókkal, ezért határoztak úgy, hogy első Németországon kívüli fejlesztési központjukat is itt hozzák létre. A fejlesztésre, kutatásfejlesztésre és innovációra is egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk. Ezt már Szijjártó Péter mondta a központ átadásán. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az elmúlt években bevezetett gazdaság erősítő intézkedéseknek köszönhető, hogy egyre több nemzetközi cég választja befektetési és fejlesztési helyszínnek Magyarországot. A Magyarországon eddig a gyártókapacitással rendelkező vállalatok egyre inkább idehozzák a gyártáson kívüli, immáron szolgáltatási és fejlesztési tevékenységeiket is, és ez a legegyértelműbb bizonyíték annak, hogy a magyar gazdaság sikeresen állt át az új világgazdasági korszakra. A miniszter arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság további erősödése miatt kiemelten fontosak a debrecenihez hasonló beruházások, ezért a 2,7 milliárd forintos fejlesztést csak nem 1 milliárd forinttal támogatta a kormány. És ennek a beruházásnak a nyomán 151 munkahely jön létre itt Debrecenben, amelyből 121-et kifejezetten felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók fognak betölteni. Mindez tehát azt jelenti, hogy a Diehl vállalatcsoport újra Magyarországba, a magyar emberekbe helyezte a bizalmát. Egy új ágazat, a repülőgép ipar is megjelent Debrecenben, jelentette ki köszöntőjében Pap László polgármester. A Diehl debreceni jelenlétével azoknak a fiatal, kreatív, magas szintű tudással rendelkező mérnököknek, szakembereknek üzen, és köti őket Debrecenhez, akikre a város is építi a jövőjét. Éppen ezért mondom azt, hogy a Diehl Debrecen jövőjének nagyon fontos építőköve. A német cég szeretne gondoskodni dolgozói utánpótlásáról is, ezért még a mérnöki központjuk megnyitása előtt egy képzési laboratóriumot hoztak létre a Debreceni Egyetem műszaki karán. Ez volt már a Siker, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!